Rengetegszer előkerült már ez a kérdés, és nagyon sokan írtak ezzel kapcsolatban, hogy mi is a nyelveken szólás, hogy működik. Én használtam-e már, vagy voltam már részem ebben, ismerem mi az, amit tudunk róla. És mivel borzasztó dolgokat látni ezzel kapcsolatban az interneten, köszönhetően különösen a karizmatikus és egyéb hitgyülekezetek tevékenységének, ahol az egész hitnek a megélése átüt egy tapasztalati síkra, mint egy élmény síkra tevődik át az egész, ahelyett, hogy az emberek azzal foglalkoznak, ami le van írva. Az, amit megtapasztalunk a hit segítségével, az annak az eredménye. Ahhoz először az embernek meg kell találni az igazságot, abban hinni, abban járni, úgy élni, és az után lesz képes majd ezeket a dolgokat megtapasztalni. Nem lehet megfordítani a sorrendet. Azok a gyülekezetek többsége, ahol ezek történnek, az nem a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetésével történik. Mivel a Szent Szellem nincs olyan helyeken, ahol törvénytelen életmódot hirdetnek. Teljesen mindegy, hogy mennyire nagyszerűnek érződik az a közeg, vagy mennyire úgy tűnik, hogy ott mindenki teljes szívéből énekel, ennek nincsen jelentősége. Aminek van, az az, hogy az, amit hirdetnek ott, az összhangba hozható-e az írásokkal, vagy sem. A Tora az alapja annak az életnek, amit nekünk folytatnunk kellene. Aki nem így él, az nem a Ruach HaKodesh vezeti. A hit természetesen az, ami által igazolunk a hit a másiák áldozatában. Ezen túl azonban a Ruach HaKodesh vezetésével nekünk a Torában kellene gyönyörködnünk. Ahol nem ez van, ott nincsen jelen a Ruach HaKodesh. Teljesen mindegy, hogy mennyire úgy tűnik, vagy mi mennyire érezzük azt az élményt igaznak. Akármennyire is fetreng a földön mindenki, vagy hablatyom mindenféle nyelveken, mint egy óvodás, teljesen mindegy, hogy mit érez az ember, gondol vagy hisz. A tény tény marad, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem mindenkit a Tora szerinti életre fog elvezetni. Aki nem így érzi, azt nem az Atyától érkező Ruach HaKodesh vezeti. Úgyhogy ebben a videóban a nyelveken szólásról lesz szó. Mielőtt azonban nekikezdünk ennek a videónak, nézzünk meg néhány klippet az úgynevezett nyelveken szólásról, és mindenki döntse el magának, hogy amit lát és hall, az vajon az Atyától és a Ruach HaKodesh-től érkezik, vagy pedig valahonnan máshonnan. Imádkozzatok velem! Nyelveken! Szóbra lájtó serejti kindó vará lajla kentó serejti ékele taszitánkó kere lövítő. Csóbra lájtó sarály dékaralály, dékaralály szétakántóra láj, tinkarály, csétetem parájtakandó. Szirídentó kerellói tekáncsó parály dékaralály, divarás sata tinkó rájta moktúr, korecsentó tirinti basszó rántó kantár. Róly lebondzsár, szorinda vendó kerellói dinktúr, korecsentó szirídentó faratékaralály, tinkara dontikentó sirei csinkaralály, Téredendő parály dzsímpora lej, tókere szot tenkóra lej. Szóbira lej, tokán csóra lej, takán giri basszó. Jöjj áldott Szentlélek Isten, és áradj ki a testvéreimre. Áradj ki, hogy megújuljanak a karizmák, hogy minden karizmában bővelkedjen az egyház, hogy újongjon és dicsőítsen az egyház, hogy Isten dicsőségére szent és szeplőtelen legyen, hogy gyógyulások és szabadulások történjenek, hogy föléledjen a Szentléleknek minden adománya Isten minden gyermekében. Amen. I thank you, Father, that people that have been blind to you, Lord, will see you. I thank you, Father God, that those that have been lost will be found.
I thank you, Father God, that those that don't know you will learn Romans 10, 9 through 10, that they will believe in their heart and confess with their mouth that you are Lord, so that they may have everlasting life. I thank you, Father, that people will learn that it's not by our doings, it's not what we've done that gets us to you, Lord God. We come to you an absolute mess, a sinful wreck. And you, Father God, accept us. You've already paid the price. I thank you, Lord. I thank you, Lord, that we don't have to know the right way. We just have to give our heart to you. Hallelujah. Glory, 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 glory. It is time. Go ahead. Go ahead. Oh, for the time has come to ha se ku and ha se bo and amushiki la basitu and alimureke and otula majite kruti izino lumure vishiki la pose. No, tile baraki lo ho, fote bashela ha ha, ijula dikidi moza te borove abaste, hijele mukrate shumiatisto. For the time has come for you to take some big steps. Big steps. Mielőtt megnéznénk a nyelveken szólást, nézzük meg azt, hogy mi az, ami a másiákra jellemző, mi az, amit ő hirdetett, hiszen a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, a vigasztaló ugyanazt fogja hirdetni, amit ő is hirdet nyilvánvalóan. Nézzük meg, mi az, amit ő mond. Ez Jehukanon 17-es fejezet, 6-os verstől így szól. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Az atyától érkezik, és az atyától indul ki a folyamat. Ő az, aki az embereket kijelölte a másiák számára, a másiák pedig megjelentette az atya nevét az embereknek. A név az nem más, mint az elnevezés, hírnév, dicsőség vagy a személye. Nem lehet más, amit ő megjelentett, mint az, amit kinyilatkoztatott a Tanák során egy másik formában. Hiszen az atya nem változik meg, Malakiás 3.6, az ő szava örök, nem változik. Zsoltárok 119, 89, Zsoltárok 119, 105, 152, 172, végig erről szól. Ő nem változik meg, az ő szava örök. Az ő neve, elnevezése, hírneve, dicsősége, személye az, amit kijelentett a másiák az ő tevékenysége során. És ezek az emberek megtartják az ő beszédét. Nem másféle úton járnak, hanem megtartják azt, amit ő mondott. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Az emberek számára nyilvánvalóvá vált, hogy ő nem a saját szavát beszéli, hanem az atya az, aki elindította ezt a folyamatot. Sajnos még mindig nagyon kevesen vannak, akik ezt igazából átérzik, hogy mit jelent ez valójában, amiről ő beszél. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Mert ám a beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ő küldte el a másiákot hozzánk azért, hogy kinyilatkoztassa az ő nevét, az atya, úgy értem ő. Hogy az atya nevét megmutassa, az ő dicsőségét, az ő hírnevét, az ő személyét. Ezért mondja a másiák azt, hogy én bennem lakozik az Istenség testben. Nem azt mondja, hogy ő azt mondja, hogy ő benne lakozik az Istenség testben. Ha az atya eljönne ide, ő ilyen lenne nagyjából. Nem lehet azt mondani, hogy ilyen lenne. Az atya egy más kategória minden másnál.
az ember nem tudja felfogni, hogy ő milyen. Csak ad egy képet arról, hogy milyen lenne, olyan, mint a másiák. Ez az, amit ő hirdet, az, hogy milyen lenne maga az atya. Érdekes módon ez a vers jött föl, mikor arra kerestem rá, hogy megjelentettem. Ez ugye egy héber szó, Shema. Ugyanaz a Shema, mikor arról beszél, hogy Hadó Izrael, a Yahuwah, te hatalmasságod egy hatalmasság. Az a ismerős lehet azoknak, akik ismerik a Shemát, ez egy imává vált tulajdonképpen, de második Mózes Shemot 20-as fejezet, mikor a 10 parancsolatról van szó, akkor így kezdi Hadó Izrael, Yahuwah, te hatalmasságod egy Elohim, vagy egy hatalmasság. Ugyanez a szó Shema, megjelentettem. Ez a szó szót használja, amikor Jesiahu Ézsaiás 43-as fejezet 11-esben így szólt. Ti vagytok az én tanúim, így szól Yahuwah, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Elohim nem alkottatott, és utánam nem lesz. Ugyanaz a karakter mondja ezeket, akiket az előbb, amit az előbb Jehukanon 17-es fejezetben hallhattuk. Ugyanaz a másiák, csak egy másik formában. Honnan tudjuk? Onnan, hogy azt mondja, hogy előttem el nem alkottatott. Nem azt mondja, hogy Elohim, hanem azt mondja, hogy el, vezérvezető hős. Erős, hatalmas ember, hatalmasság. Isten, istenség, Isten erő, hatalom. El, ugyanaz a Malaki Yahuwah, akit megtárgyaltunk az Atya és a Fiú sorozatban. Ez az, aki itt beszél, az Atya helyett, mint egy követe annak, ugyanúgy, ahogy Jehukanon 17-es fejezetben láttuk az Új Szövetségben, csak más formában. Ugyan ő jelenti ki itt, ugyanazokat a szavakat mondja. És megdöbbentő, hogy a két vers így bukkant fel. Hogyha visszaemlékszünk, mi az, amiről itt beszél, hogy megjelenteti a nevét azoknak, akiket kiválasztott, minden tőled van, amit nekem adtál, ama beszédeket, melyeket nekem adtál, az Atya az, akitől kiindul, és itt a másiák adja az üzenetet. Ugyanúgy, ahogy itt is, csak egy másik formában. Ezért mondja azt, hogy előttem el nem alkottatott. Az Atya nem alkottatott, a másiák, vagyis a Malák Yahuwah alkottatott. Ő volt az első teremtés előtt. Én vagyok Yahuwah, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen köztetek, és ti vagytok az én tanúim, így szól Yahuwah, hogy én el vagyok. Azaz ő az, aki mindvégig velük volt és elkísérte őket az Atya nevében. Ugyanaz a karakter mind a két oldalán a könyvnek. Ha megnézzük a Scriptures verziót 98-ban, láthatjuk, hogy ez az el szót használja mind a két alkalommal. Sőt, azt mondja, hogy én vagyok el, és nem Elohim. Így talán mindenki jobban érti, hogy ő kijelenti magát a könyv elején, és onnantól kezdve ugyanazt mondja a könyv végéig. Az Atya a Fiún keresztül kommunikál az emberiséggel, a Fiú az első, aki előtt nem alkottatott Elohim, és nem is lesz olyan, mint ő. Ő az, aki kijelenti az Atyát számunkra, mind a Tanákban, mind a Brit Hadasában, az Új Szövetségben. Nézzük meg, haladjunk tovább, mi az, amit a Szent Szellem megmutat az embereknek. Felele pedig Jahusa is mondta neki. Ez János, vagy Jehukanon 14-es fejezet, 23-as verstől. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki szereti őt, megtartja az ő beszédeit, azaz úgy él. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, melyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ha kétszer elmondja, hogy ő nem hoz újdonságot, hanem az atya beszédét, annak elégnek kellene lenni mindenki számára. Azonban én tisztában vagyok azzal, hogy ez nem elég a legtöbb embernek, de
Ez azokhoz szól, akik hajlandók megérteni az igazságot, és azt is keresik. Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek valék. Elmondta az atya szavát, az atya üzenetét, ami nem változik, ahogyan ő sem változik. Ama vigasztaló pedig a Ruach HaKodesh, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Azaz a vigasztaló ugyanazt fogja eszünkbe juttatni, amiket ő tanított nekünk. Mi az, amit ő tanított, ami az atyától jött? Az atya beszédei. Mi az atya beszéde? Az atya beszéde a Tora, az ő instrukciói, melyeket megfogalmaz a mózesi törvényekben, a profétákban és a különböző zsoltárokban és írásokban. Ez az atya beszéde. Ez az, amit ő elhozott nekünk, sőt, megmutatta. Aki nem úgy él, nem arra törekszik, azt nem az a vigasztaló vezeti, az a Ruach HaKodesh, amit az atya küld, hiszen nem arra veszi rá, amit az atya cselekedne. Azért szerettem volna, hogy ezt lássa mindenki, mert így egyértelmű kellene, hogy legyen, hogy az üzenet nem változik meg, és ugyanaz marad. Ez kulcsfontosságú annak megértéséhez, hogy valaki azután észlelje, hogy az az esetleges jel, amit lát az embereken, az igaz és az atyától jön, vagy sem. Ezért mondja azt, hogy teszteljük le azt a szellemet, amiben operálnak az emberek. Hogyan? Úgy, hogy összevetjük azt az írással. Különben nem fogjuk tudni, hogy mi alapján döntsük el, hogy az igaz vagy sem. Az írás az, ami meghatározza, hogy igaz-e vagy sem. Nem az, ahogy mi érezzük magunkat akkor. Ez Jehukanon 15-ös fejezet 25-26, illetve 26-27. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak szelleme, vagy lelke, ruachja, aki az atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Kijelentvén azt, hogy ő az, aki a kezdetektől teremtett mindent, őt az atya teremtette onnantól kezdve általa, és neki teremtett mindent. Tehát nem hozhat más üzenetet, mint azt, amit kijelentett az atya korábban. A vigasztaló, ő küldi el, az atyától származik, hiszen az atya és ő egy egység, ezért mondja egyszer azt, hogy az atya küldi, aztán azt, hogy ő a kettő egy egységként funkcionál. Nem egyenrangú, vagy egy darab, hanem egy egységként funkcionál. Elküldi az igazság lelkét, azt a ruákot, ami az atyától származik, és az majd bizonyságot tesz arról, hogy az az ember, akivel mi kommunikálunk, vagy mi magunk, helyes úton járunk-e. Miért? Azért, mert megmutatja, elvezet minket arra az útra, amit a másiák kijelölt. Hogyan? Úgy, hogy tanulmányozzuk a Torát, az írásokat, az ő beszédét, és összevetjük azzal, ahogy a mi, vagy az embertársaink körülöttünk operálnak. És onnan tudni fogjuk, hogy az igaz, vagy sem. Ezért lehet tudni, hogy a legtöbb gyülekezet, a legtöbb felekezet, vallás, egyház nem igaz, mert nem abban a szellemiségben operál, amiben a másiák. Igen, az egyik része az, hogy szeress fele barátodat, ami úgy, ahogy a felszínen megvan. Azonban elfeledkeznek arról, hogy hogyan kell az atyát szeretni. Mi az, amit az atya akar? Ez pedig Jehukanon, vagy János 16-os fejezet, 7-es vers. De én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló, a Ruach HaKodesh, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Ki kellett, hogy jelentse azt, hogy hogyan kellene nekünk viselkedni, megmutatta, elmegy az atyához, és elküldi azt a szent szellemet, ami vezeti az embert. Akit nem úgy vezet, ahogyan a másiák élt, azt nem az a szent szellem vezeti. Ez nem probléma, csak egyszerűen az embernek észre kell vennie, és utána változtatni kell ezen. Ezért mondja Jakab, hogy olyan, mint egy tükör. Az, aki nem megtartója, csak hallgatója, az olyan, hogy belenéz a tükörbe, látja az ő saját hibáit, amit megmutat a Ruach HaKodesh, aztán elfelejti, és megy tovább ugyanazon az úton, amin addig is járt. Erre való a Szent Szellem, hogy vezessen minket azon az úton. Ha valaki nem az instrukciók és a másiák példamutatása alapján cselekszik, azt nem vezetheti a vigasztaló. Teljesen mindegy, hogy énekel, hogy zenél, miféle nyelveken beszél, vagy mennyi ember gyógyít meg, vagy akár kezen is állhat. Attól függetlenül még nem a Ruach HaKodesh vezeti, hiszen megmondta, hogy annak
az a jele, hogy azt cselekszi, amit ő cselekedett. Tudjuk, hogy ez így van, hiszen egy Jahukanon, vagy János 4-es fejezetben ezzel kezdi. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Elohimtől vannak eme, sok hamis proféta jött ki a világba. Akkor ezek szerint nem minden lélek nyilvánvalóan Elohimtől származik, vagyis a Teremtőtől. Meg kell tudnunk azt, hogy az a lélek, amivel mi kapcsolatban állunk, akár mi magunk személyesen, vagy az emberek körülöttünk, az tőle van-e vagy sem. Persze leírja azt, hogy honnan ismerjük meg, ha valamely lélek Jehusát testben megjelent másiáknak vallja az Elohimtől van. És valamely lélek nem vallja Jehusát testben megjelent másiáknak, nincsen Elohimtől, és az antimessiák lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most e világban van már. Nézzük, hogyan folytatja. Ti Elohimtől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Azaz a Ruach HaKodesh által a másiák nagyobb bennünk, mint az e világ szelleme vagy lelke, ami ugye az ellenségtől van. Azok a világból valók azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Ez jellemző a legtöbb gyülekezetre. Ezért nem érdemes megállni egy-két vers után. Látjuk, hogy más jellemzői is vannak annak, hogy hogyan ismerhetjük meg ezeket a lelkeket. Hiszen a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Aki a világ szerint beszél, az mind azt mondja, hogy Elohim torája vagy instrukciói már nem fontosak, vagy részben nem fontosak, vagy nem annyira fontosak, vagy nem kötelező, vagy nem kell. Ez mind a világtól jön. Ezek azok az ismertető jelek, amelyekről megismerjük, hogy melyik ruák az, ami dolgozik bennünk, vagy pedig az emberekben. Az egyik probléma azok számára, akik a nyelveken szólás és egyéb karizmatikus jelenségek szükségességét hirdetik, illetve túl nagy hangsúlyt fektetnek rájuk, az szerintem Márkhoz 16-os fejezet, mely így szól. Mondta nekik, elmenvén a széles világra hirdessétek a jó hírt minden teremtésnek. Leragadnak annál, ami következik, azonban az első és legfontosabb parancsolat, amit ő ad számukra itt, az ez, hogy menjetek és hirdessétek a jó hírt minden teremtésnek. Először meg kell értenie mindenkinek, hogy mi a jó hír. Anélkül, hogy valaki értené a jó hírt, nem fogja tudni hirdetni azt. Teljesen mindegy, hogy milyen csodák övezik majd azt az utat, ahova megy. Ha nem azért vannak, hogy a jó hír terjedjen, akkor mi hasznuk van? Ha nem tudja az ember, hogy mi a jó hír, akkor nem tudja azt terjeszteni. Ezért ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg az Igazi Jó Hír című sorozatot, melyben benne van részletesen, hogy mi is a jó hír. A jó hír ugyanaz, mint ami a kezdetektől volt. Zsidókhoz 4-es fejezet leírja az elején, hogy ez a jó hír a kezdetekben hirdetett azoknak, akik a pusztában vándoroltak. A jó hír a kezdetektől fogva ugyanaz volt. Megbocsát, Elohim, elfogad minket, amennyiben úgy élünk, ahogy ő azt előírja. Ez a jó hír, ez a kegyelem, ez volt, ez lesz. És ez most is. Ez a feladat. Hogy mindenkivel ezt megértesse az ember. 16-os úgy szól. És aki hiszen, és bemerítkezik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Az üdvözülés, a megigazulás és a megváltás a hiten keresztül érkezik az emberhez. Ez így volt mindig is, és mindig is így lesz. Miért? Azért van így minden, és lesz így minden. És volt így minden, mert az Atya nem változik meg. Próbálja eljuttatni az üzenetet különböző csatornákon keresztül, különböző módokon, csak az ember nem hajlandó azt megérteni valami oknál fogva. Szóval a hit és a bemerítkezés az, ami az üdvösségnek a feltétele. A fizikális bemerítkezés a spirituális bemerítkezésnek a képe. Spirituálisan az ember a szóba merítkezik be, azaz megtanulja, megérti, és úgy él, és meghal a korábbi önmagának,
újjászületik a szó által, és él a vigasztaló a Ruach HaKodesh vezetésével úgy, ahogy a Mashiach élt. A fizikális bemerítkezés, a víz alá merülés ennek a példája, ennek a képe. Ugyanúgy, ahogy azok a jelek, amiket felsorol ezek után, ezek mind-mind azt szolgálják, hogy a jó hírt terjesszük. Nem azt szolgálják, hogy valami csodát mutogassunk ott egymásnak egy gyülekezetbe, hogy ott mindenki megőrülve fetereng a földön, hablatyol, meg énekel mindenféle dolgokat. Nem erről van szó. Erről ír Saul is később. Minden példa azt bizonyítja, hogy amikor erről szó volt, az valamiféle igazságot hirdetett az embereknek, különben nincs értelme. Ugyanitt erről van szó itt is. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos tisznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Mindegyiknek ezek közül van egy fizikális szintje, ahol meg lehet őket érteni, és ugyanúgy van egy spirituális szintje, amit meg kell az embernek érteni. Minek venne föl az ember kígyókat, mikor kimehetek a világból itt, ahol élek, akkor se találok egy siklónál többet. Nem fogok elkezdeni mérgeket inni, hogy kiderüljön, hogy ha halálosat iszok, akkor meghalok-e vagy nem, de ugyanúgy nem megyek be a kórházba, hogy gyógyítsak. Ennek megvan a menete, amikor az ember ezt meg tudja tenni. Ugyanúgy az ördögűzésnek, vagy a nyelveken szólásnak. Mindegyiknek megvan a menete, ahogy az ember eljut. És az értelme az egésznek az, amit leír a 15-ösben, hogy az evangélium, a jó hír, az örömhír, a győzelmi hír, az terjedjen a világon. Nem azért, hogy én bizonyítgassam magamnak vagy másoknak, hogy én ilyen vagy olyan úton járok. A lényege az, hogy a jó hír terjedjen. Ha nem ezt a célt szolgálja, akkor haszontalan az egész. Aki betegre veti a kezét, és az meggyógyul, az az, hogy a jó hír eljut hozzá, és halott, és feltámad. A kígyó vagy a halálos dolog az ugyanúgy egy tanítás, mint ahogy van egy fizikális értelme. Azok a tanítások nem hatnak már az emberre, hiszen a Ruach HaKodesh vezeti. Új nyelveken szó, vagy ördögötűz, ugyanígy megvan a spirituális kép ennek. Én nem mondom, hogy nincs nyelveken szólás fizikálisan. Én azt mondom, hogy az más, a 90%-a annak, amit az ember talál az interneten, annak semmi köze ahhoz, amiről ő itt beszél. Az égvilágon semmi köze. Az az ellenségtől van, és az rombolja az emberek hitét, hiszen elhiteti velük, hogy jó úton járnak, mikor egyáltalán nem járnak jó úton. Most pedig akkor kezdjük el megvizsgálni a nyelveken szólás megjelenését az írásokban, és Apostolok Cselekedetei első fejezettel fogjuk kezdeni, és át fogjuk nézni, hogy miről is van szó pontosan, aztán pedig megnézzük a második fejezetet, melyben leírja magát a nyelveken szólást. Megtudhatjuk azt, hogy a Mashiach megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várják meg az ígéretet, ami maga a vigasztaló, ami eljön majd, és ez fogja őket majd bemeríteni, úgymond az igébe. Ez fogja megadni nekik az erőt majd ahhoz, hogy hirdessék a jó hírt. Azonban ez nem csak Jeruzsálemben, vagy Izraelben történik, egész Júdában és Szamáriában, és a földnek mind a végső határáig el fog jutni majd ez a jó hír. Ezért volt szükség többek közt a nyelveken szólás adományára. 9-es vers az, ahol ugye a Mashiach elhagyja őket, és egy felhőben eltűnik az égben. Összegyűlnek utána a felházban mind az apostolok, mind pedig körülbelül 120 főnyi sokaság. Ezután Péter elmagyarázza azt, hogy Jehuda, vagyis Júdás, ugye meghalt, és közülük, mint apostol kivált, ezért szükség van valakire, hogy átvegye ezt a helyet, ugye ők püspökségnek hívják, így sorsot vetnek, és eldől, hogy ugye Mátyás vagy Matiahu az, aki átveszi ezt a helyet. Azt érdemes megjegyezni, hogy ez a 120 ember itt van ebben a felházban, és várják azt, hogy a Ruach HaKodesh, a vigasztaló megérkezzen hozzájuk. Nézzük meg, hogy mi az, ami a második fejezetben történik. És mikor a pünkösd
vagy a Pentekoszt napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése. Szeretném, ha mindenki emlékezne erre, hogy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan a Ruach HaKodesszel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Ruach adta nekik szólniuk. Nem arról van szó, hogy elkezdtek angyali nyelveken szólni, vagy halandzsázni, vagy hablatyolni. Arról van szó, hogy más nyelveken szólni, amint a lélek adta nekik szólniuk. Miért? Mi az, amit mondott a másiák már 16-16-ban? Hogy nyelveken fognak szólni? Miért? Azért, hogy az evangélium, a jó hír eljusson a többi emberhez. Mit mondott az előző fejezetben? Mi fog történni? Elmegy az elveszett juhokhoz, Júdába, Samáriába és a világ minden pontjára. Ha nem lett volna akkor nyelveken szólás nekik, nem tudott volna eljutni az üzenet a világ minden pontjára, hiszen nem értették volna meg az emberek, hogy mit beszél. Ez volt a lényege a nyelveken szólás adományának, hogy az új hír el tudjon terjedni a világon. Egy olyan világban, ahol nem volt Google fordító, nem voltak nyelvtanárok, meg nyelvtanító appek, meg iskolák. Ahol az emberek minden pontján a világnak máshogy beszéltek, nem értették volna meg egymást. Ezért volt szükség erre az adományra. Ezek az emberek nem gagyogtak ott, mint egy 3 éves, hanem külön más nyelveken szóltak. Meg fogjuk tudni, hogy ez az, hiszen a következőkben leírja. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, vagy Yahudim, Judaios, ugye Judában élők, istenfélő, vagyis igaz férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Ez persze egy másik csoport ember, azonban bemutatja, hogy az a zúgó szél, az a más nyelveken szólás, mit is jelentett a valóságban, mi az, amire gondolnunk kell, mi volt a funkciója. Az a lényeg, hogy ezek Yahudim volt, vagyis zsidók, igaz férfiak, és minden nép közül kerültek ki, akik a világon vannak. Különböző népek, azért mondja el, hogy különböző népek, hogy el tudja magyarázni, hogy mit jelent a más nyelvek. Mi történik? Minek utána pedig ez a zúgás lőn? Melyik zúgás? A sebesen zúgó szélnek zendülése. Ugyanaz a zúgás történik ott meg, ami megtörtént a 120-szal. Minek utána pedig ez a zúgás lőn? Egybe gyűl le a sokaság, megzavarodik, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. 4-es verszakban a nyelv szó az glossa. Nyelv, mint a szerv, vagy pedig beszéd, vagy nyelv, amit beszélnek. Ez a szó jelentése. Az, amikor arról beszél, hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni, a nyelv kifejezés az dialektos. Innen ered a kifejezés, amit használunk, hogy nyelvjárás, nyelv vagy dialektus. Ez egy értelmes nyelv volt annak érdekében, hogy a jó hír eljusson ezekhez az igaz férfiakhoz, akikhez még nem jutott el a másiák üzenete. Ez volt az egésznek az értelme, a célja. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy nincs az az angyali nyelven szólás. Arról beszélek, hogy minden egyes megjelenése a nyelveken szólásnak az írásban értelmes nyelv, értelmes beszédről van szó annak érdekében, hogy a jó hír terjedjen. 7. Ez pontosan ez a nagy csoda a nyelveken szólásban, amit most itt leír. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak. Nem de, nem galileusok ezek mindnyájan, akik szólnak. Úgy, miről beszélt az első fejezetben, apostolok cselekedeteiben? Apostolok 1.11. Kik szóltak és Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ugyanezek a Galilea beli férfiak azok, akikről itt szó van.
Álmélkodnak, nem, de nem galileusok, ezek minnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? A saját nyelvén, melyben ők születtek. Ez a kifejezés nyelv, pedig ugyanaz a dialektos, nyelv, nyelvjárás, amelyből a mi szavunk dialektus ered, amit hallhattunk korábban, hogy a saját nyelvén, amelyben születtek. Pártusok és médek, elámiták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Judeában, Kapadóciában, Pontusban, Ázsiában, Frigiában, Pamfiliában, Egyiptomban, Líbiának tartományaiban, mely Cirréne mellett van, és a római jövevények, mind jahudi, mind prozelitusok. Prozelitus az, aki idegen vagy jövevény, aki a jahudim vallásra áttért prozelita, azaz tért erre az útra, melyet a Tora által, a másiákba vetett hit által kijelölt az atya, prozélitos, idegen jövevény, vagy a jahudim vallásra áttért, gyakorlatilag egy konvert. Krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön, glossa, beszéd, nyelv, amit beszélnek, az Elohimnek nagyságos dolgait. Nem gügyögnek, meg nem hablatyolnak, hanem érthető nyelven elmondják azt, ami Elohimnek a nagyságos dolgai. Mi az, hogy elküldte a fiát, hogy a szenvedett, meghalt, feltámadt, és ezáltal örök életet nyernek, és bűnbocsánatot azok, akik hisznek, és a Ruach HaKodesh vezetésével a Tora szerint hajlandóak megtérni. Azaz, az apostolok képesek voltak beszélni különböző nyelveken annak érdekében, hogy Elohim nagyságos dolgait eljuttassák a közönséghez. Nem céltalanul hablatyoltak, meg fetrengtek a földön, mint ami ma történik, hanem megvolt az értelme annak, amit megnéztünk eddig, amiről beszél apostolok cselekedetei, Márk, hogy a jó hír terjedjen, hogy eljusson a jó hír a világ minden pontjára. Ez volt az értelme. Olyannyira, hogy álmélkodnak vala pedig minnyáján, és zavarban valának egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? A hitetlenek pedig csúfolkodva mondának, édes bortól részegedtek meg ezek az emberek. Azaz részegek. Nézzük, hogy mit mond Kefa vagy Péter. Péter azonban előállván a 11-jel felemelés szavát, és szóla nekik. Jahudim férfiak és minnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez nektek tudtatokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Azaz a jahudim és mindenki más, aki jelen volt és hallani akarta Elohim hatalmas cselekedeteit, azokhoz szólt. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától, és lészen az utolsó napokban, ezt mondja Elohim, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből vagy ruhákomból, és prófétálnak majd, és teszek csodákat az égben odafenn, jeleket a földön idelen, vért, tüzet, füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő, Jahuának a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki a Huának nevét segítségül hívja, megtartatik. Joel második fejezet 28, ez az idézet onnan származik gyakorlatilag az egész, bezárólag azzal, hogy mindaz, aki a Hua nevét segítségül hívja, az megtartatik. De mindaz, aki a Huának nevét segítségül hívja, mely név az a tetragrammaton, a Hua, vagy Jahvé, vagy Jehova, és annyit tesz, mint egy tulajdon név, nem pedig Isten vagy Úr, ami egy köznév, nevét hívja segítségül, megmenekül, mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte a Hua, és megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí Jahua, nem pedig az Úr. Innen való ez az idézet, melyet Péter mond. Oké, láthatjuk, hogy mi volt az értelme. Elmondja nekik Joel
proféta írását. Honnan idéz? A Tanákból. Miért? Azért, mert ezek az emberek ezt használták. Nem volt még akkor új szövetség, Saul levele, vagy ilyen dolgok. Bebizonyítja nekik a Tanákból azt, hogy igenis ez volt az a karakter, akit vártak. Igenis ez az az esemény, amire vártak. Sőt, tovább folytatja. Izraelita férfiak, halljátok meg a beszédeket. Izraelita úgy, mint Izrael leszármazottja. Halljátok meg a beszédeket a názáreti Jahusát, azt a férfiút, aki Elohim több bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett, Elohim, ti köztetek, amint magatok is tudjátok. Ugye, ő ezeket a jeleket Elohim, azaz az atya által volt képes cselekedni. Ő volt az a férfi, aki ugye Jahusá, a Mássiák néven ismerős. Azt, aki Elohimnek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott, megragadván gonosz kezeitekkel keresztvára feszítve megöltétek. Kit Elohim feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia. Elmondja nekik a történetet, mi az, ami történt. Ezért volt szükség arra, hogy képes legyen ezeken a nyelveken beszélni ez az embercsoport, hiszen így tudták a jó hírt ennek a másik csoportnak a tudtára adni. Ez volt a szerepe annak az ajándéknak, melyet a Ruach HaKodes nekik adott. Ezután ismét idéz nekik a zsoltárokból, mégpedig a 16-os zsoltár 8-11-ig, amikor is Dávidot idézi. Természetesen ezt is felhasználva nyelveken, hogy nyelveken szólás, hogy ezek az emberek megértsék. Amit érdemes leszűrni az az, hogy a Tanákból idéz, és minden Jahudimnak bebizonyítja az úgynevezett Ószövetségből, hogy ez az a Mássiák, vagy megváltó, akit ők vártak. Ez volt a funkciója. Így tudott a jó hír terjedni. Így értették meg azok az emberek, hogy eljött az az idő, és nem úgy jött el, ahogy ők azt várták. Nem állította vissza a királyságot itt a földön, hanem visszaállította bennük a Ruach HaKodes segítségével, ők lehetnek az a királyság, és ha úgy élnek, akkor eljuthatnak oda. Ehhez szükség volt a nyelveken szólásra, illetve arra, hogy ez be tudja bizonyítani nekik az úgynevezett Ószövetségből. Zsoltárok 16:8-11-ig ez az a rész, melyet idéz. Sőt, elmondja nekik azt is, hogy Dávid, mint pátriárka és mint proféta, megírta azt, hogy Elohim neki megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a megváltót vagy a Mássiákot test szerint, hogy az ő királyi székébe helyeztesse, és előre látván a Mássiák feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, és sem az ő teste rothadás nem látott. A Mássiákról van szó, ugye? Tehát megírta Dávid előre ezeket a dolgokat. Ezért magyarázza nekik, hiszen ezek az emberek ebben hittek, ezt várták. Aztán feltámasztotta ugye ezt a Mássiákot, és ők maguk a tanúbizonságai, Péter és ezek az emberek, akik vele vannak. Annak a tanúbizonságai, hogy elküldte azt a Ruach HaKodest, a Szent Szellemet, amit megígért, amit kitölt majd az ő gyermekeire. És amit most láttok és hallotok, ez a bizonyíték erre. Az, hogy értitek annak ellenére, hogy tudjátok, hogy más nyelveken beszélünk. Ez az egyik bizonyíték. Ez az értelme a nyelveken szólásnak, hogy az ember tudja a jó hírt terjeszteni a többieknek. Hogy az atyát dicsőítse. Ez a funkciója ennek. Elmondja aztán azt nekik, hogy ez nem Dávid, aki felment és leküldte a Mássiákot, tehát nem Dávid a megváltó, hanem ez egy másik személy, ugye erről beszél a következő részben. 110-es Zsoltár első vers, mondta Jahuha az én hatalmasságomnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámoljul vetem a te lábaid alá. Ezt idézik Kefa, vagyis Péter. Ezek után pedig ezek az emberek meggyőződtek. 36. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Adonájá, vagy Adonná, és Mássiákká tette őt Elohim, azt a Jahusát, akit ti megfeszítettetek.
Azaz most tudják meg ezek az emberek a nyelveken szólásnak és a Torából vett idézeteknek segítségével, hogy a Ruach HaKodes igaz, és hogy az az ember, akit ők megöltek, az volt az a másiák, akit valójában küldött volna és ígért az atya, csak ők félreértették ezt az egészet. Ez volt az értelme a nyelveken szólásnak, hogy a dicsőségét az atyának terjesszék, illetve a jó hírt. Honnan tudjuk, hogy ez történt? Onnan, hogy a 37-es vers leírja. Pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Úgyhogy a cél mindig is az volt, hogy a jó hír terjedjen, és hogy az embereket megtérésre rá lehessen venni, az atya dicsőségét hirdetni, és eljuttatni ezt az üzenetet minél több ember számára. Ezek a dolgok nem teljesülnek a legtöbb esetben, amikor mi nyelveken szólást látunk, vagy arról beszél valaki, vagy azt halljuk. Ezután elmagyarázza nekik Kefa, vagy Péter, hogy mi a teendőjük. Térjetek meg! Ez az egyik teendőjük. Mit jelent az, hogy megtérni, megváltoztatni a szándékát, meggondolni magát, megbánni? Azaz, változtassátok meg az élet stílusotokat. Térjetek meg abból a bűnös életből, amit folytattok. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan, Yahusha HaMashiach nevében a bűnnek bocsánatára is veszitek a Ruach HaKodesh ajándékát. A Ruach HaKodesh ajándéka pedig az, hogy vezetni fog minket a lélekben ezen az úton, melyet az Atya kijelölt. Nem egy másikon, vagy egy harmadikon, meg össze-vissza mindenfelé, mindenki a saját feje után. Így tud majd mindenki egy húron pendülni idézőjelben, hiszen a Ruach HaKodesh vezeti őket. Ez az ajándék. Aztán ez megnyilvánul különböző dolgokban. Az elsődleges szerepe azonban az, hogy segítse az embert ezen az új úton navigálni. Elmondja nekik, hogy mit kell tenniük, és aztán még további segítséget ad, sok egyéb beszéddel is buzgón kéri, és inti vala őket mondván, szakasszátok el magatokat, kitől? E gonosz nemzetségtől. Gonosz, szkoliosz, görbe, ferde, hamis, ravasz, állok. Milyen, ki, mi az, aki gonosz? Az, aki nem az úton jár, nem az igazság útján. Forduljatok el ezektől az emberektől, és járjatok egy másik úton, azon az úton, melyen a Ruach HaKodesh vezet, hiszen ő el fog vezetni benneteket majd az igazság útján, ami a Tora által van kijelölve. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, bemerítkezének és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 ember vagy lélek. Az pedig, aki azt mondja, hogy a zsidók elfordultak tőle, vagy az izraeliták nem érdekelte ez, és ezért a pogányokhoz fordult, az egész egyszerűen nem igaz. Hiszen itt mondja, hogy mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk azon a napon. Mit ír a végén? Dicsérve Elohimet, ez az egész nép együtt élt, egy vagyonközösségben, és az egész nép előtt kedvességet találva, Yahuah Adonai pedig minden napon szaporítja valahogy gyülekezetet az üdvözülőkkel. Azaz folyamatosan nőtt ezeknek az embereknek a száma, és még mindig itt is izraelitákról beszélt, és az izraelitákhoz beszélt Péter. Hiszen látjuk a kezdet kezdetén, hogy miről, ki is az, akikhez szólt, és akikhez intézte ezeket a szavakat. Látjátok, izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. Remélem hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Shalom és hallelujah!